Több napirendi pontról tárgyaltak és határoztak Bonyhádon a legutóbbi képviselőtestületi ülésen. Például a Táncsics Mihály utca felújításáról, amely abból a 206 millió forint kormányzati támogatásból valósul meg, amit a település utak rekonstrukciójára nyert. Igen, egy folyamatban lévő beruházásunk van, útfelújítások Bonyhádon, ennek keretében a Táncsics Mihály utca útburkolata is felújításra kerül. Ez azt jelenti, hogy maga az útburkolat nem változik olyan tekintetben, hogy nem kerül átépítésre, ugyanazokkal a lejtésviszonyokkal, ugyanazzal a csapadékvízelvezetéssel kerül felújításra. Az utcának a Rákóczi utca felőli szakaszán ott középen folyik el a csapadékvíz vápásan, majd a tűzoltóság utáni részen átfordul, és a Szegély mellett halad tovább, és a Gyár utcai befogadóba kerül a csapadékvíz. Most itt ez egy folyamatban lévő beruházás, és a munkálatok végzése közben, mivel az utcának nagyon kicsi az esés, az oldalesése, ezért az aszfaltozás, amikor elkészült, akkor észrevette a kivitelező a hűtés során, hogy a hűtővíz nem arra folyik, amerre kellene, és ezért ezt korrigálni kellett, ezért felbontásra került egy szakasza az útnak. Ez javításra kerül a napokban, és az ottani ingatlanok megvédése érdekében még plusz szegélyezés is készül arra a szakaszra. Természetesen előfordulhatnak ilyen jellegű problémák egy kivitelezés során, de mind pedig a kivitelező arra törekszik, hogy tökéletes munkát végezzen és úgy adja át, illetve az önkormányzat csak úgy fogja átvenni, hogyha az a terveknek és a szakma szabályainak minden megfelelő. A beruházás rövid időn belül elkészül, ezt követően pedig megváltozik a forgalmi irány az utcában. Az ott lakók jelezték, illetve nagy probléma volt, hogy jelentős forgalom hárult erre az utcára, a Gyár utca felől a Rákóczi utca felé haladva. Ez az utca nem erre lett tervezve, hogy átmenő forgalom legyen, ez egy lakóút. Ezért döntött úgy a képviselőtestület, hogy a Gyár utca felől behajtani tilos táblát helyez ki az utcába, és a forgalmi irány így megváltozik, a Rákóczi utca felől lehet majd behajtani. A felső szakasz, a tűzoltóság után még az a szakasz, az ugyanúgy két irányú marad, ahogy eddig volt, és onnan lefelé egyirányúvá válik a forgalom, és ennek megfelelően változtatjuk meg a kitáblázást, a sebesség korlátozás 30 km per óra, valamint a megállni tilos, várakozni tilos táblák, illetve korlátozások ugyanúgy érvényben maradnak, ahogy eddig volt. Itt egyedül az utcának a Gyár utca felé eső szakaszán fordul meg a forgalmi irány. Ezt figyelemfelhívó forgalmi rendváltozás táblákkal is fogjuk jelezni. Kérek mindenkit, hogy figyeljenek oda, meg fogjuk ezt előtte mindenképpen minden csatornán hirdetni, amikortól ez életbe lép, és nagy figyelemmel közlekedjenek, ne rutinból, ne történjen baleset. A képviselőtestület egy ingatlancsere kérelemről is döntött. Minden városnak van egy rendezési terve, van egy településfejlesztési koncepciója, középtávú, hosszútávú tervei vannak, ami mentén halad, illetve haladni kell. A városban nagy probléma a parkolás, a garázsok hiánya, ezért már 2004-ben is jelölt ki a képviselőtestület garázsövezetet a városban. Ez a Mónus Illés utca mögötti terület. Már meglévő garázsok is épülnek, illetve van még olyan terület, ami garázsépítésre alkalmas. Ennek a garázsövezetnek egy része magántulajdonban van, egy kisebb része pedig önkormányzati tulajdonban van. Ugyanezen a területen, ha tovább haladunk, található a városnak az iparterülete, illetve található több ingatlan. Szabályozás, hogy minden ingatlant megközelíthetővé kell tenni, tehát útról lehessen megközelíteni, és ennek megfelelően a rendezési tervben is egy belső feltáró út lett betervezve, ugyanis a állami kezelésben lévő elkerülő útról minden ingatlanra csatlakozást nem adnak, hanem egyetlen egy útcsatlakozásra kaptunk engedélyt, és innen haladva lehet megközelíteni ezeket az ingatlanokat. Ez az útnak a bizonyos szakaszai még magántulajdonban vannak, nagyobb része pedig már önkormányzati tulajdonban van, így ez az ingatlan csere arról szól, hogy a tulajdonos felajánlotta, hogy elcserélné a garázsövezeti területét az önkormányzatnak az ugyanitt lévő tulajdonában álló út céljára fenntartott területtel. Erről született döntés.
tartózkodott.